Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket innen ezen a csatornán is. Én az imaházban vagyok, de testvérek nincsenek itt, és így nem látom a visszajelzést, nem látom a testvérek tekintetét, szemét, gesztusait, de reméljük azt és bízunk abban, hogy jól fognak hallani majd és látni ebben a néhány percben, amikor az Isten igényét szeretném majd hirdetni ezen a formán, ezen a csatornán keresztül is. Nagyon sokat gondolkodnak a mai gyülekezetek, egyházak, hogy hogyan érjék el a gyülekezetekhez tartozó barátaikat, testvéreiket, híveiket. Hát mi ezt is használjuk, örülünk, hogy van ez a technika is megadatott, így ezt használva eljuthat most sok-sok lakásba, otthonba, és így találkozhatunk a virtuális térben, aztán majd, ha az idő megengedi, akkor majd személyesen is. De olyan jó, hogy adta Isten azt a számunkra, őseinknek is, elődeinknek is, hogy az imádságban ilyen évezredes technológiát fölkínált, hogy tudjunk vele beszélgetni, tudjunk a másikért közben járni, imádságban segítséget kérni a másik életéhez. Így kérjük most ezt is, hogy a mostani ilyen különleges együttlétünkön is jelen legyen, áldjon meg bennünket, és imádkozzunk. Jó Istenünk, köszönjük neked azt, hogy megengeded a mi számunkra, hogy megszólítsunk. Köszönjük, hogy adsz olyan lehetőséget, hogy elérjük egymást is most itt ebben a helyzetben, ebben a szituációban. Kérünk, hogy legyen áldásod az olvasott, hirdetett igén. Kérünk, hogy áld meg azokat, akik ezt nézik. Segíts bennünket, hogy hagyd tudjunk a te lelked által fölbátorodni, fölbuzdulni, hagyd tudjuk a mi fejünket fölemelni, látva azt, hogy ezek a jelek mind arra mutatnak, hogy te majd jössz vissza, és köszönjük azt, hogy addig is összetarthatunk, segíthetjük, bátoríthatjuk, hordozhatjuk egymást, így is gyakorolva a közösséget. Kérünk, hogy használd ezt az eszközt, ezt a technikát is, hogy minden rendben működjön, és minden jó reménység szerint elérje a mi testvéreinket, barátainkat. Amen. Testvérek, Máté evangéliumának a tanulmányozását folytatjuk, már a 20. fejezetnél tartunk. Ebből az első verstől kezdve szeretnék olvasni egy szakaszt, tehát a Máté evangéliumának a 20. fejezetéből az első verstől olvasom az igét. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment, 9 óra tájban látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanúgy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük is, miért ártok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem sok fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteredett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és fizess ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zugolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek, barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd el mi a tied és menj el, én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javammal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Nagyon nagy kérdéseket feszeget a felolvasott ige, nagyon különös, hiszen egy régi ember is, meg a mai is, nagyon érti ezt a történetet, és megakadhat rajta a mi gondolatunk, a mi figyelmünk, hogy ez valóságos és igazságos dolog-e, amiről most itt olvastunk a Szentírásban.
Egy nagyon fontos dolgot szükséges kikötnünk mindjárt az elején, hogy az Istennek a logikája egészen más, mint a mi emberi logikánk. Úgy is olvassuk a Szentírásban, hogy a ti gondolataitok az nem az én gondolataim. Ez egy egészen más síkon működő gondolkodás, egészen más jellemzőket magán hordozó gondolkodás. Kérdés ezek után ott van az emberben, hogy jogos-e ennek a gazdának, jogos-e, hogy a gazdát Istenre is kiterjeszthetjük, a viselkedése, a cselekedete. És az örök kérdés, megkapjuk-e azt, ami nekünk jár? Hát közben pedig sokszor elfeledkezünk arról, hogyha tényleg megkapnánk azt, ami nekünk jár, mi már réges-régen el kellett volna, hogy pusztuljunk. Ha azt kapjuk meg, amit megérdemlünk, akkor nekünk már mindannyiunknak végünknek kellene, hogy legyen. De hát mi azért nem így gondolkodunk, valljuk be, hanem azon gondolkodunk, hogy hát nem azt adja, amire mi gondoltunk. Nem a mi érdemeink, nem a mi cselekedeteink szerint adja. Hát nem. Hanem az ő kegyelme, meg az ő gazdagsága szerint adja. Miről is szól ez a példázat valójában? Hát arról, hogy ott vannak az emberek a piacon, ugye ott akkor felajánlották az ő munkaerejüket, és mentek oda különböző emberek, akiknek volt területük, ahol dolgoztathatták őket, és fölfogadták napszámba. Kiment a gazda is, a példázatbeli, és megegyezett, akik ott voltak kora reggel 6 órakor, az egy dénárban. Halkan jegyzem meg, hogy ez az egy dénár, ez egy nagyon jó pénznek számított. Hillér rabbi, ugye nagyon híres rabbi, az egyik írásában jegyzi azt meg, ez Jézus korabeli rabbiról van szó, hogy ő, amikor napszámba járt, fél dénárt kapott naponta. Tehát ennek ugye most a dupláját kapják ezek az emberek. Aztán azt is tudjuk a leíratokból, hogy egy hibátlanul dolgozó kézirat másoló, akár szentírást is van másolt, 2 dénár kapott egy napi munkáért. Szóval ez az egy dénár egy egészen jó pénz. Ami különös ebben a gazdában az az, hogy az elsőkkel megbeszéli azt, hogy mennyit kapnak. Annak idején a gazdák, de talán ma is, nem szokták megbeszélni azt, hogy ki mennyit fog kapni, hanem ajánlanak. Ennyit kapsz, ha tetszik, elfogadod, ha nem tetszik, akkor pedig menjél. Majd keresek mást. Van helyetted 25 jelentkező. Megkérdezi, egy dénár jó lesz? Jó lesz. Elfogadom? Elfogadom. Akkor menjél a szőlőmben, dolgozzál. Ami azt jelenti, hogy egyáltalán ember számba veszi a másikat. Nem azt mondja, hogy ennyit kapsz és eredj, hanem megbeszélik. Szóba áll velük, ilyen szinten is oda fordul a másikhoz. Menjünk tovább a történetben, látjuk, ki megy 3 órával később is, megkérdezi azokat, akik ott állnak, hogy miért vagytok itt tétlenül. Hát mert nem fogadott senki se fel bennünket. Majdnem azt is lehetne itt mondani, hogy hát mert nem kellünk senkinek. Senki nem mondta azt, hogy gyere, dolgozz az én szőlőmben, tedd ezt, tedd azt, akár a háztájba. Nem fogadott fel senki. Azt mondja a gazda, gyertek hozzám, én fölfogadlak benneteket, és megadom nektek, ami jogos. Nagyon érdekes itt látni, az, hogy itt már nem egyezkedik, nem mondja azt, hogy egy dénár, vagy akármennyit, hanem megadom nektek azt, amit jónak tartok. Aztán kimegy 12-kor, délután 3-kor, délután 5 órakor, tulajdonképpen az délután 5 órai munkába állás, az azt jelentette, hogy 1 óra munkaidőt dolgozhattak, mert este 6 óráig tartotta úgymond hivatalos munkaidő. És mindenki dolgozott annyit, amennyi ideje adatott. Ez egy nagyon fontos tanítása ugye az Isten szőlőjében dolgozók számára, hogy adatik számunkra egy bizonyos idő, hogy azt mi kihasználjuk, és abban mi dolgozzunk. Kinek ennyi, kinek annyi. És ugyána pedig jön az elszámolás. Itt is ez történik, a gazda szól a vincellérjének, hívd elő a munkásokat, add meg nekik a részüket. Kezdik azokkal, akik 1 órát dolgoztak, akik 5-kor álltak munkába. Hát persze, hogy a többi nagyon figyeli. Na vajon mennyit kapnak ők? Hát hiszen 1 órát dolgoztak csak, alig valamit. 1 dénárt kapnak. Hát hogy lehet ez? Hát ez nem jó, itt valami nagyon hibázik. És akkor elkezdenek gondolkodni, hogy ha ők 1 óráért 1 dénárt kaptak, akkor ők a 12 óráért biztos nagyon sokat fognak kapni. Biztos többet kapunk.
De a történetben azt látjuk, hogy mindenki ugyanannyit kapott. Na és innentől kezdve jön az be, hogy az emberi gondolkodásban elindul, hogy most akkor jogos-e ez, vagy ez egy igazságtalanság. Hát látjuk azt, hogy tulajdonképpen ezek az emberek, akik korán kezdtek el dolgozni, ítéletet is mondanak a gazda felé, mert zúgolódnak, és igazságtalannak mondják. De aztán megállítja őket a gazda, és azt mondja, hogy na álljunk meg akkor egy picit, gondolkodjunk el. Mennyiben egyeztünk mi meg? Egy dénárban? Egy dénárban. Mennyit kaptatok? Egy dénárt? Egy dénárt. Akkor mi a baj? Nem azt kapod, amiben megegyeztünk? Nem adok kevesebbet. Ebben egyeztünk meg, igaz? Azt kellett erre mondaniuk, hogy igaz. Hát akkor mi a baj? Fáj neked az, hogy ők is annyit kaptak, mint amennyit te? Azt is mondhatta volna ez az ember, mármint a gazda, hogy mi közöttök hozzá, hogy mit kezdek az én vagyonommal. Ha ez nektek nem rossz, ti nem lettetek megkárosítva. És mondja, hogy te azért vagy irigy, mert én jó vagyok. És milyen sokszor vagyunk mi is így emberek, a maiak is persze, hogy a jogost ki akarjuk harcolni, vagy úgy gondoljuk, hogy úgy igazságos. Persze emberi logika szerint, de gyorsan megjegyzem, hogy az emberi logika az nagyon nem követi le az Isten logikáját. És ezért problémáztak nagyon sokszor a jeles emberek, a farizeusok, írástudók az Úr Jézus kapcsolatban is. Például ilyen helyzeteket is látunk a Szentírásban, csak egyet-kettőt emelnék ki, hogy miért tölti az Úr Jézus az idejét a gyerekekkel. Hát vannak itt sokkal nagyobb rendű, rangú emberek, értelmesebbek, okosabbak, stb. Aztán ráadásul úgy megkapják azt, hogy ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Vagy aztán azt is olvashatjuk, hogy bűnösökkel eszik együtt. Közösséget gyakorol bűnösökkel. Kapcsolatban van velük, szóba áll velük. Aztán leáll nőkkel beszélgetni. Hát amikor mindenki tudta, az akkori híres egyik iskolának a tanítása ez volt, hogy a nőknek nincs is lelkük. Hát és akkor ez az Úr Jézus pedig meg leáll és beszélget nőkkel. Olyan nőkkel is, mint a samáriai, vagy Mária Magdaléna. Miért nem tesz különbséget az Úr Jézus? Ugye ez a nagy kérdése sokszor az embereknek. Mert úgy gondolkodnak, hogy nekem jár, másoknak meg nem. Különben is ők nem olyanok, mint mi. Kevesebbet tettek le az asztalra. Ők csak egy órát dolgoztak. És itt bejön a versenyszféra, a versenyszellem. De hát az Úr Jézus, a gazda, az Isten szereti ezeket is, és szereti amazokat is. És nem tesz különbséget. Ez igazságtalanság. Egészen más ő, mint aminek mi őt gondoljuk. És ezt be akarta mutatni az akkori embereknek, meg be akarja mutatni a mai embereknek is, hogy ő egészen másképpen gondolkodik. Ő nem olyan, mint egy könyvelő, aki nézi a rubrikákat, hogy itt van jó cselekedetek, és akkor bestrigulázza, emit meg vannak a másik oldalon a rossz cselekedetek, és megint csak pontokba szedi, hogy mi a jó, és mi a rossz. Nem. Mert ha így lenne, akkor mindannyian bevallanánk, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, hogy akkor a jó rubrikában nagyon-nagyon kevés dolog lenne benne, vagy tiszta üres lenne. A másik meg teljesen végig lenne, hosszú lajstrommal. Mert a bűneinket szaporítjuk, a jó cselekedetekben pedig nem nagyon járunk elől. És amiről nem lenne szabad elfeledkeznünk, az az, hogy az Isten szabad. És az Isten nem lehet semmivel sem kötelezni semmire, és nem lehet kényszeríteni se semmire. Ha az Isten igazságos lenne, idézőjelben persze, és én nem akarok Isten káromlást mondani ezzel, mert nyilván, hogy az, akkor nekünk semmi jó nem járna. Mert nem úgy éljük a mi életünket, mert mi nagyon-nagyon gyakran semmibe vesszük őt. Bocsánat, hogy azt mondom, nem tényező a mi számunkra, nagyon gyakran, vagy az emberek számára, mert nélküle tervezünk, nélküle teszünk meg dolgokat, hozunk döntéseket, nélküle élünk. És nagyon sokszor nélküle halnak meg sokan. És egy idő után már ezt még rossznak sem érzi az ember, még bűnnek sem érzi az ember, sőt, van olyan helyzet, hogy egyenesen erénynek tekinti ezt, hogy ő önálló, ő független ember,
neki még az Isten se szólhat bele az életébe. És mindent szabadon csinálunk, mintha nem is lenne Isten. És az Isten ezt nézi, és hagyja. Nem örül neki. Egyértelmű, hogy nem. Fájdalmasan látja ezt. Pedig ő mindent a javunkra akarna fölhasználni. És itt is a történet erről beszél. És nem nézi különösen a szegényebbnek, az egyszerűbbnek, a rászorulóbbnak sem az életét közömbösen. Mi egymásért talán elnézegetjük, és tudjuk is talán nagyon sokszor, hogy miért történik meg az úgy is, amúgy, ahogy éppen megtörtént. Pedig azt olvassuk az ígében, hogy nagyon kevés ember az, aki, ha egyáltalán van, reméljük van, aki keresi az Istent. Mert az ő szeretetével senkinek sem ad kevesebbet, és nem is az érdemek szerint jutalmaz, hanem az ő szeretete diktálja és adja az ajándékokat, ami számunkra. És a nagy kérdés az, hogy mi ezt igazából tényleg elfogadjuk, vagy elutasítjuk magunktól, és azt mondjuk, hogy nem kérjük. Mert érezzük azt, hogy nem érdemeljük meg azt rengeteg jót, amit kapunk, nem is értjük, hogy miért, de elfogadjuk örömmel és hálaadással. Mert ő ezt nagyon komolyan gondolja, hogy ő önzetlenül és szívesen adja az ő javait. És ezeknek az elfogadásához viszont a mi részünkről alázatra van szükség. Annak a beismerésére, hogy mi rászorulunk minden tekintetben az Istenre. Most is ebben a nehéz időben, amiben élünk, az egész világ, figyeljük a híradásokat, szörnyű dolgokat hallunk. Mennyi megbetegedés, mennyi haláleset, szörnyű. Pedig ez mindannyiunkat arra kellene, hogy indítson és elgondolkoztasson, hogy mennyire rászorulunk mi az Istenre. Hogy nélküle nem tudunk létezni, nem tudunk életben maradni. Nyilván a mi létezésünk is, ugye őtőle jön. És a fennmaradásunk és a mi életünknek a fenntartása is tőle jön. Van egy barátom, aki sokszor el szoktam mondani ezt a példát, hogy az Isten 5-10 percre megszüntetni a légkört körülöttünk. Mennénk mindannyian. Vége lenne mindannyiunk életének. De olyan jó látni azt, hogy tartja a mi életünket. És itt is a történet arról beszél, hogy fontos számára minden ember. Az is, aki talán koraneggel áll munkába, az is, aki talán úgy mond az neki, így mondja az élete delén, mikor már vége felei van, és csak egy órácskája van, akkor is fölfogadja őt. Mert látjuk a történetben azt, hogy az igazán nagy ajándék nem az egy dénár, hanem az, hogy egyáltalán az ember dolgozhat az Isten szőlősében. És az fontos látnunk, hogy addig van biztosítva az embernek az élete, amíg nála van, és nála dolgozhat. Azért, mert nála van az életnek a lehetősége. Ott az élet ajándéka az ő kezében. És olyan jó látnunk azt, hogy az Isten ad nektek sok jót, de legnagyobb ajándékát is odaadta magát az Úr Jézus Krisztus, és adta vele a való kapcsolatot. És olyan sokszor az emberek el vannak azzal, hogy az Isten adjon nekik egy kis egészséget, kicsit több pénzt, kicsit több barátságot, kapcsolatot, több ezt, több azt. És elfeledkezünk magáról az Istenről. Ugye a legnagyobb ajándék az, hogy vele kapcsolatban lehetünk. És olyan jó látni azt, hogy ő hív magához bennünket. És ezzel, hogyha vele vagyunk, akkor lesz jó lelkiismeretünk, lesz jó békességünk, lesz nyugalom, lesz jövő, lesz kibékülés, és így haladunk előre. És azt is jó látnunk, hogy fölfogad embereket, olyanokat is, mint amilyenek mi vagyunk, akik csak ott talán szabadon fogalmazva, ott átadtuk a szánkat a piacon, és vártuk, hogy valaki végre fölfogadjon. És látjuk azt, hogy neki még az is kell, aki az utolsó egy órában áll munkába. Olyan jó látni, hogy az ő szeretetét és az ő meghívását fölkínálja mi számunkra, és így adja meg azt, hogy beállhatunk az ő munkájába. És ez a szabadság, ez a lehetőség segít nekünk.
Mi gyakran úgy éljük az életünket, hogy Istentől szabadok akarunk lenni, de ez kiszolgáltatottá tesz bennünket, sérülékenyé tesz bennünket. Itt is ezek az emberek a gazda nélkül sérülékenyek voltak, azt mondják, hogy nem kellünk senkinek. Erre azt mondja az Úr Jézus, hogy nektek kellek, nektek, nekem kelletek, szükségem van rátok, menjetek a szőlősbe, dolgozzatok. Mert az Istentől függetlenedő ember és függetlenné váló ember kiszolgáltatott lesz, és tönkret megy az ő élete. Éppen ezért akarja, hogy kötődjünk ő hozzá, hogy hozzá irányítsuk a mi életünket. És olyan jó látnunk azt, hogy amikor vele vagyunk, akkor olyanokat élhetünk meg, amire önmagunktól képtelenek vagyunk. Mi nem tudjuk előcsiholni, elővarázsolni a mi életünkből. Például azt, amikor valaki bánt, és mégis tudom szeretni. Tulajdonképpen csak egy isteni parancsolatot teljesítek, idézőjelbe, amikor azt olvassuk, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket. Hogy tudom áldani, amikor fáj, amit csinál velem? Vagy hogy tudok úgy élni, amikor kevés van, hogy elég? És ott van az emberem, ott van a szívemben, a gondolatomban az a megelégedés, hogy elég vele. És amikor engedünk a hívásnak, akkor vele kerülünk kapcsolatba, és vele kötődhet össze a mi életünk. Az ember független akar lenni. Tanítják sokfelé, de ha nem leszünk valakikkel így kapcsolatban, és legfőképpen Istennel, akkor ez a úgynevezett szabadság kiszolgáltatottá tesz bennünket. Mert akkor nem fogunk tudni rendelkezni, nem kapjuk meg azokat a javakat, amiket az Isten közelében megkaphatunk. És az ige arról beszél, és abban erősít meg bennünket, és ezzel szeretném majd befejezni, hogy hozzá kötődhet a mi életünk. Mert neki kellünk, nem utasít el bennünket. Nem mondja azt, hogy te már annyi minden rosszat csináltál, hogy nem kell lesz. Azt mondja, hogy gyere ide hozzám. Ha meg vagy terhelve, meg vagy fáradva, megnyugoszlak, megpihentetlek, fölruházlak, és elengedlek, hogy szolgálhass. És változtatni akarom a te életedet, nem hagylak úgy, ahogy vagy. A rossz természeteddel, a kacifántos gondolkodásoddal, a személyiségednek az ilyen-olyan tordulásával, hanem ki akarlak pótolni abban a hiányodban, amiben küszködsz, amivel szenvedsz, amit talán te is pupnak érzel a hátadon. Itt, amire hív bennünket, az az, hogy legyünk az ő szőlésébe, hogy ő uralkodhasson rajtunk. Egyedül ő a jogos uralkodó, aki uralkodhat rajtunk. Ne adjuk oda magunkat másnak. Bízzunk benne, hogy jót akar nekünk minden helyzetben és minden tekintetben, mert nekik fontos a mi életünk. Sokszor nem hisszük ezt el. Sokszor azt gondoljuk, hogy a mindenható, teremtő Istennek fontos az én életem. Igen, fontos. Sok helyen erősít meg a Szentírás ebben bennünket. És így mehetünk ő hozzá. És adja meg Isten, hogy ez felbátorítson bennünket arra a közeledésre, amiről már lehet, hogy nagyon régóta vágyik. Amiről már úgy gondolt, hogy jó volna már, ha ez megtörténne, hiszen már annyiszor üzentem neked, annyiszor jeleztem már neked, annyiszor hívtalak már, de te mindig valamiért lepattintottál, mindig valamiért azt mondtad, hogy most nem érsz rá. Mind a példázatban, nem ebben, hanem egy másik példázatban olvassuk azt, hogy ökröt vettem, ki kell próbálni, földet vettem, ezt vettem, amaszt vettem, ezt foglal le, amaszt foglal le. Sokszor mondjuk, nincs időm még meghalni sem. Aztán látjuk az eseményekben, hogy mik történnek. És van idő. És a mostani idő is pont erre ad lehetőséget talán. Használjuk ezt ki mindannyian, és így menjünk hozzá, és kössük életünket az ő személyéhez, és fogadjuk el az ő hívását. Imádkozzunk ezért. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te meghisz bennünket a te szőlősödbe, segíts nekünk, kérünk abban, hogy engedelmeskedjünk ki a maga helyzetében, a maga életkorában, a maga lehetőségeiben, a tőled kapott ajándékaiban, és segíts kérünk, hogy hagyd tudjuk összekötni a mi életünket a tiéddel, és ez az erős kötelék hagyd vigyen bennünket végig az életem, és aztán majd, amikor az elszámolás jön, akkor hadd kaphassuk meg
a részünkre félretettet, amit nem tud senki sem ellopni, amit nem megy tönkre. Kérünk, hogy áld meg a te népedet, kérünk, hogy áld meg ezt a világot, ami most küszködik, vajúdik, kínlódik, kérdésekkel van tele, sokak feje, szíve. A jövőt illetően segíts, hogy megtaláljuk benned a mi jövőnket, nem csak erre a földi létre, hanem az örök létre is. És segíts, hogy ami feladatot ránk bízol, azt pedig hagy tudjuk elvégezni. Amen. És végezetül a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.